Várjatok egy fél pillanat. Egy fél pillanat. Na mindjárt itt vagyok. Addig gyülekezzünk, addig menjen a gyülekezés. Addig gyülekezzünk. Ó, jaj, még ezt vissza is hallom, de jó nekem. Na. Mindjárt nekiállunk. A zene az mennyire hangos, vagy mennyire halk? Mert tudok rajta most még egyszerűbben is, mint eddig. Majd szépen kitanulom én itt a dolgokat magamnak, jobbra, balra, előre, hátra. A mikrofon az fönn van az egekben, de minek azt nem mondod meg. Hát mondjuk lehet, hogy nem olyan rossz, hogyha fönn van. Legfeljebb a... Ez mennyire gáz egyébként most így a mikrofon? Ez így eléggé gáz, mi? Mit gondoltok? Vagy mit mondtok? Vagy mit nem mondtok? Vagy mondjatok már valamit, bakker! Nem baj, Gerikém, hogy tegnap nem voltál itt, most itt leszel. Ennyi! Egy fél pillanat, és mindjárt neki is látunk a mai körutazásoknak. Azt hiszem, hogy ez is egy emlékezetes dolog lesz. Így van, nem kell szomorkodni az egy live-ért. Egy live mind fölött. Majd a többit az... Többi majd itt teszel. Ó, baj van. Ja, csak várom, hogy kapcsoljon nekem villanyt a kedvesem. Addig legalább gyülekezünk, vagy nem tudom, valami ilyesmi, de legfőképpen ilyesmi. Addig nyomjuk meg a lájkot, legyen meg az a 10, hadd növekedjen ez a szám. Én azért a mikrofon hangot szerintem lejjebb fogom húzni, mert ez így kegyetlenség veletek szemben. Így, tökéletes. Halló, halló. Sziasztok, szia Viki, szia Laci, Krisztián, Geri, Tamás, van itt mindenki. Na, meg volt a Tali, na mi volt, mesélje. Amíg itt várok egy kicsit, mert van egy kis, még egy kis lámpaügy, addig meséljetek mi volt. Mi volt a mai nap? Ma elmentem kocsit tesztelni, gyerekek. Kicsi hangot teszek már a szarra. Hát minek szól, hogyha nem hangzik? Vagy miért tökön? Valami ilyesmi. Régen voltál itt? Jó volt, de azért lesz mit változtatni azért a történeten. Maradjunk annyiban. Kell mit alkotni rajta. Hogy ilyenkor live. Mert általában ezek a kamionos live-ok nagyon el szoktak húzódni, és ha 9-kor elkezdem, akkor hajnali egyik tart. Ennyi Gréta. Se puszi, se virág, semmi. Igen, holnap megyek intézem, úgyhogy előre mondom, hogy holnap reggel se lesz live, de utána lesznek már. Egy kis pihenő nekem is kellett. Most kialudtam magam. Dacára, hogy szőrös a pofám, de ez most részletkérdés, ne foglalkozzál vele, jó? Hello Zsombor, hello, hello! Pillanat.
Na. Most már itt vagyok. Ja, még az sem megy. Várjatok, mindjárt megkapjátok a parancsokat is. Az uptime-ot nem úgy fogod tudni megnézni, hanem felkiáltója uptime. Csak egy fél pillanatot kérek, amíg elindul ez a retek. Mindenből kilépek, ami nem ide illik. Na. Jó, elindult a bot, úgyhogy indulhat a dolog. Felkiáltójá parancsok nevű parancsal be tudjátok hozni magatoknak az oldal parancsait. Na, nekem minden jó itt. Már mindent látok, úgyhogy mehetünk is a csodába. Nem tudom, hogy merre megyünk. Azt úgy nem tudom. Tegnap nem foglaltam le rakományt legutóbb. 5 milliós rakomány. Nem tudom, mennyire látszódik, majd lehet, hogy át kéne raknom a izét. Ja, az uptime dolog az mindig később szokott bekapcsolni, úgyhogy azért elnézést kérek. De be fog kapcsolni, csak idő kell neki. De egyébként még csak 10 perce megy a stream. Na. Nézzük, hogy vagyunk, hogy nem vagyunk. Jó. Let's go. Nekem egy kicsit hangos a zene nektek. Itt a játék hangot. Lehet egy picit halkabb, akkor jó vettem észre. Mindjárt egy pillanat. What the f... Kamion motor hangereje. Olyan is van. Na ezt viszont följebb veszem. Mert búgjon, ha már búg. Na. Valami ilyesmi, így jobb, nem? Így jobb a történet, én úgy gondolom. Jó. Na akkor... Húzzunk is bele. Honnan, hova megyünk? Azt mondja, hogy... Lengés csillapítókat viszünk Sziget Szent Miklósból Rácalmásra. Nem tudom, ti mennyire jártatok már itt. Sziget Szent Miklóson. Vagy éppen Rácalmáson. Mondjátok, hogyha a játék hangos, mert akkor halkítok rajta. Turn right. Üdvözlök mindenkit, nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 30, hajrá, hajrá! Kicsik a városok. Ekkorát kell kerülni, mi a jó Isten. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 30, hajrá, hajrá, hajrá. Izét azt elfelejtettem jágsót berakni. Szerintem elég jó kis helyen megyünk. Turn left.
EPIA madafaka. Nem laggol a stream, nem akad, ugye semmi baj nincs. Get ready to turn left. Tudta maradsz ott. Turn left. Nyomjad nekem, te zacska! Jaj, te! Azt hiszem, jobb lesz, ha átmegyünk a bal sávba, még lesz egy kis izé. Bár nem hiszem, lehet, hogy tévedek. Csoda előző is van itt, gyerekek. Go straight on. Menj előre. Jó van, hova? Hát hova menjek még előre? Sziasztok, szép napot mindenkinek. Látok egy kicsit. Halkítok a játékon is, hogy jobban halljátok azt, hogy pofázok. Nem tudom, hogy marad úgy, ahogy tegnap volt. Üdvözlök mindenkinek, szia, hello, hello, Flomát, hello, hello, Flomát, az igen, jó voltál, Kolinger. Jóság van, Gáborunk. Gáborom, ha odamész, akkor az első három, vagy oda megyek hozzád, mert ugye te... mi volt ez a hang? Na, hogy hát ugye te ilyen kis vendéglátós emberke vagy, oda megyek hozzád az első öt sört, azt ugye állod. Komolyan kül a székbe, meg itt hülyéskedünk. Jézus! Mit hülyéskedtek, Jézusom? Keep right, and then exit right. Exit right. Turn left. Logitech kormánya. Az jó, hát nyilván azzal egyszerűbb. Íj, az anyád! Baromarcú! Bejössz elém, hülye! Yeah. Hello, hello, sziasztok! Nyomjuk meg a lájkot, tegyen meg az a 40, hajrá, hajrá! Úgy bejött a csávó, hogy csak na. Paprikás krumplit akarsz szedni? Jól tolom? Remélem. Ilyen a világítás, mi? Kik a szerelmesek? Melyik a kedvenc kamionom?
Nincs kedvem. Hoppá, hoppá. Get ready to turn left. Lassítsa egy kicsit. Turn left. Igyekszem, Jászmin. Na, már mehetünk is. Oh my god! Ilyen zsákfejűek. Mit álltok itt? Gyökerehek. Ma ültettek, Jézusom, milyen témát nyomtok. Atya ég, még csak most esett le, hogy hülyék vagytok. Ott egy Penny, gyerekek. Hely, jó Isten. Ügyesen vezetek? Köszönöm szépen, igyekszem. Jobb lenne, hogyha jobban látnám a kommenteket. At the roundabout, take the third exit. Maradjál ott. Köszönöm. Te is. Te meg ott beszúrod, mi? Paraszt. Exit now. Biztonságosan vezessek, azt kéred? Jó van, Jászminom. Csak a te kedvedért. Egyébként meg megyek, mint Fingo gatyába. Go straight on. Nálam töltött paprika volt, azt hiszem, hogy mi volt az. Töltött káposzta? Töltött káposzta volt, bocs. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 45, hajrá, hajrá. Na, megint egy ilyen. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Kurva jó, amúgy nagyon érem. Ez olyan nyugtató. Mennyi kell az új kamionhoz? Hát, új. Gyere már, mó. Hülye gyerek. Nekem jössz, megöllek. Érdekes, hogy ott a bólyák között is el lehet ám menni, csak sokszor fennakad a cucc. Nem tudom, amúgy még egy tízes. Tízes kell legalább. 10-10, vaj, hogy is? 14 millió kell. Látszik, hogy mennyi pénzem van. Annyi. At the roundabout, take the first exit. Jó.
Igen, néha elfelejtett nézni azért a térképet. Ugye azért a satúért elnézést kérek. Koffin, hát azt nem mondanám, de köszönöm szépen. De még 29 km. Szerintem ma meg lesz az új kamion a saját. Csak nem tudom miért kéne. Hát nézzük már körül, hogy nem eljöttünk útba ezért. Hú, baszki, mit lagolt itt, várjál már. Nem eljöttünk útba valami autókereskedőt. Mert akkor ezeket mind le kell csekkolni. Jó, hát itt nem látok olyat. Rácalmás, jó, hát ez valószínűleg bukós lesz. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az az 50, hajrá, hajrá. 100-nál jön a megadeb, úgyhogy pörgessük föl. Vagy Mercit, vagy Scaniát. Nekem a izé is tetszik a... Nem tudom, mivel mentem tegnap, majd kitalálom. Dac, vagy mi az? Dav. Valami D betűs. Dav, az, Dav. Tudom, kicsit gyorsabban megyek a kelletténél. Foglalkozzál vele szerintem. Na mivel hülye gyerek, nem tudtál bemérni, mi? Volvo kedvencet? Nekem van a DAF között egy-kettő, ami nagyon tetszik. Melyik most át tudok menni? Simán. Meg gondolkozni kelljen. Go straight on. Merre megyek? Ráca a másra, azt hiszem. Azt hiszem ráca a más. Mi ugrál össze-vissza? Ezt most nem értem, András. Erre laksz? Na, zsír. Na, gyorsítsunk egyet. Ja, az borzalmas egyébként. Sebességkorlátozás. Össze-vissza még. Néha azt se tudod már merre van az előre. Ott egy léghajó, vagy léggömb. Pörög azért rendesen a kicsike. Úgyis az lesz, hogy mindjárt fölgyorsulok 90-re. Beteszem tempomatra és 2 perc múlva, sőt még annyi se,
rám fogja csapni, hogy 70-nel vagy 50-nel vagy menjek. Jobb vagyok, mint Schumacher. Kötve hiszem, de igyekszem. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az az 55, hajrá, hajrá. Tényleg, nektek hogy telt a pünkösd? Úgy megy egy gec. Na mondom én, már 80. Mi van itt gyöngyösen, hello? 30. Jaj, de jó. És akkor majd most gyorsuljak föl innen, nem? Dehogy nem. Kicsúszott oldalra? Hát jó, ha 200-zal mész. Bent ülősen? Ajaj. Voltál vendégségben? Az jó, ezt adom. Gondolom te lezabáltad magad. Ja, mi van, rendőr bácsi? Mi történt itt? Valaki rosszalkodott? Hellóka! Nyalóka! Pihi volt Vidám Park? Na, rég voltam Vidám Parkban. Kicsit visszaváltok, hogy ne kínlódjon annyira. Mi a jó Isten van itt már megint? Nyalóka, mi folyik itt gyöngyösen, mi? Aha, jó volt. Ez jó, Geri. Még most kakaót én is innék, hogy őszinte legyek. Ja, mehetünk megint gyorsabban. Szóljatok el. Kínlódik ez a szar. Ilyet se veszünk. Jó volt, jó volt. Látod, még a 90-et se értem, de már lejjebb vette az izét. Sebességet. Korlátozás. Ez mondjuk kicsit olyan abszurd. Szerintem. Miért nem raktad a tempomatot ez a szerencsétlen? Érdekes. Nézd meg. Ilyet még nem láttam. Na, megint. Már 50. Éj, te. Mi van, bingás fiú? Aha. Való életben nem biztos, hogy ott bringáznál. A zene meg a játék jól hallatszódik, meg a pofázásom. Jihá, mennyi van még? 3 kilométer? Ez már nem sok.
Ja, hát igen. Mondjuk tényleg nincsenek autópályák, pedig azt adnám én is. Kicsit a végére meghúzatjuk, de megint már csak 50-nel lehet menni. Ezt a vicc ez. Na várja, úgyis lemegyünk jobbra. Aha, jó, rá lassítottam. You have arrived at your destination. Your route guidance is now finished. Olyan egered van, mint ami az index képen van? Na, az jó. Gondolom szereted is. Körülnézünk, hogy mi van. Jó, hogyha... Ha ügyes vagyok, akkor ezt itt meg lehet oldani ügyesbe. Beleütközünk a semmibe, hát értem. Egy nyilvánvaló volt, hogy megint beleütközünk valamibe. Azt kivárja, lehet, hogy sok lesz. Egy picit meghúzzuk, nem baj. Jó lesz ez, jó lesz ez. Várjál, gyere vissza! Meg lesz ez, meg lesz ez. Így kell lesz. Most meg lesz a szintlépés is, azt hiszem. Ja. Jó! Jó, azt tetszik. Mit tudunk erről? Hello, hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! 31 milliónk van. Kell még azért fuvar rendesen. Igen, de egyébként mondjuk én meg vagyok elégedve ezzel így is. Nekem jó teljes mértékben. Jövjük meg a lájkot, tegyen meg az a 60, hajrá. 100-nál jön a megadat, úgyhogy pörgessük. Hello Arthur, hello. Jaj. Jó. Só volt. Na! Ki van most itt? Melanie itt van még meg? Viki itt van. Lina is itt van? Hello Linácskám. Na nézzük, milyen fuvar tudunk vinni. Ah, itt megint csak ilyen buzi vontatósok vannak. Az a baj, hogy azért nagyon sokat adnának. Ajaj. De mondjuk azzal én nem fogok beállni. 1 millióval többet ad. Majdnem. Ó, én elviszem ezt. Legfeljebb anyázok egy-kettőt. Mm.
Hello Kristóf, hello, hello. Gondoljátok, valamit beszélgethetünk közben, csak nem mindig tudok oda. Ez a man, ez szép, ez gyönyörű ez a man belülről. Viszont eléggé rövidet pörök csak. Nem baj, mondjuk lehet, hogy gyorsan fog gyorsulni. Ja, én nem akarok tőletek szabadulni, nehogy a szív. Itt átmentem a csávon, de úgyse érzi. Megint ilyen hosszú szarral megyek. Ennek nagyon rövid a forgás. Jézusom. De ez nem is pörög ki rendesen. Ez fors. Viszont megy, mint a rakéta. Hova megyek egyáltalán? Hello. Most le kell menni a izére, várjál már. Ez mi a rák? De most komolyan. A sinekre le kell menni. Még ilyet nem láttam. Nem, föl kéne menni a hídra. Mi van itt? Jó, hát most faszán megoldjuk valahogy. Teszünk itt egy kört, remélhetőleg. Ilyet, ez biztos jól esett neki. Jó, szerintem én itt elbasztam nem kicsit a dolgot. Foglalkozzál vele. Fölhúzzuk. Aha, az ott elfog... Ja, az ott nincs is. Akkor jó. Nem baj. Ennyi már! Ne basszál föl, légy szíves. Húzzá már! Genyó kapitány, menjél szépen! Jó, hát kihoztuk. Nem ott jöttem ki, ahol kellett volna. Problémás a dolog. De érdekes, érdekes helyen visz. Remélem most nem jön senki. Ilyet ne csináljatok. Mondjuk húz rendesen ez a fos. De nem tudom, olyan lassú vagy, nem tudom. Elcsesztünk egy jó kis időt. Érdekel most, utol kell érnünk magunkat. Keep right, then turn right. Turn right. Hogy ti mindig mindenhol ott vagytok. Cseszétek meg, ugye rendőr. És megint el kell mennem. Mert a rendőr... Ó. Várja. Megint elszarjuk. Kicsit GTA-sra vettem a figurát, nem baj. Aha. És itt most mi a jó... Leégett a kamion. Hallod? De most komolyan, itt ez most mi? Ez most itt mi? Hát ez nagyon jó. Örülök neki, hogy ide parkoltatok és nem engedtek el senkit. Gratulálok. Ah, okostam balesetet. Hát az anyukád az, hát hogy menjek el? Ó, te. Nukleáris szállítani. A pofáját kéne nukleárisan szállítani. De rossz ez a kamion. Nem tetszik. Nem tetszik egyáltalán ez a kamion. Forzalmas. Olyan hülye. Nem pörök fel a motor. Kíváncsi vagyok, hogyha tuningolná az ember, akkor... Nem itt. Itt.
ezzel a fossal nagyobb ízéket kell, íveket venni, mert... Ezzel mennyi fölgetsz? Életű játéka? Szívat rendesen. Jobbjad neki Géza. Kutya meg a macska. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 60, hajrá, hajrá. 100-nál jön a Megadeth. Igen, 6-ra ígértem a mai streamet, majd jóvá teszem egyébként a dolgot. Csak mondom, elmentem a kocsimat kipróbálgatni, tesztelgetni, és elment az idő nem kicsit. Utána megfürödtem, meg még kajáltam. És most vagyok ott, hogy streamelek. Nézem közben a csetet. Talán a négy sávos az ad autópálya érzetet. Hát talán. Na, mi van, nem tudsz gyorsabban menni? Te ugye nem itt fogsz előttem kacsázni, mint nyakon foslak. Igen, tudom, gyorsabban megyek a kelleténél. De hát, hogyha egyenesen lehet menni. Most megyünk, mint a golyó, hamarabb oda fogunk élni. És hát remélem. Kicsit kacsázunk, nem lesz a barátnőmmel videó. Miért lenne a barátnőmmel videó? Az egy magánügy. A barátnő. Ennyi Józsi. Józsikám. Ez az. Egyszerű megtartani ezt a szalt egy helyben. Újúj! Majdnem rámentünk. Baleset, aha. Ja, mert kilógott a szarom. Jó van. Az a baj, hogy kicsit hátrébb kell húzni az egeret, mert néha fönt van nagyon, és ú, de kacsázik ez a fos, várjál már. Balázs Hunyadvári, neked lesz a barátnőddel videó? Vagy édesanyádat bemutatod nekünk? Ez ugyanolyan kérdés. Ujjjj. Bazd meg, nagyon rálassítottam. Úgy is ki kell menni. Aha, most meg nagyon lelassítottam. Jó van. Most fölmegyünk, akkor jó lesz. Újjjj, menjél szépen. Ügyesen menjél, ügyesen menjél, ügyesen. Húzzad már azt a szart. Get ready to turn right. Aha. Turn right. Jaj, gyerekek. Ú, nehogy már visszaguruljál, te szent tehén. Muszáj lesz az egész izébe belekanyarodni így.
Hát így van, nem a párom miatt iratkoztatok fel, hanem miattam. Ez nem sértés, hát engem néztek, nem a páromat. Újúj, nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 60, hajrá, hajrá, 100-nál jön a megadeb, úgyhogy pörgessük föl. Szarokra jön egy kis büntetés, nem fog érni amúgy, remélem. Aha, ez a rész, hogy... meg is kell tartani! Azt hittem Trafikax, hülye barom, miért rászott? Hello Ádám, hello, hello. Meglátom a Trafit. De Bence, te is az egyik ilyen szerkesztő vagy, vagy nem? Nagyon rossz ez a kamion, kurva gyorsan leváltjuk. Hello Márton. Közben próbálom a chatet is nézni. Igen, igen, a mapnak. Lassítunk. Jó vagyok, köszönöm szépen. Aha, személyesen modelleztél, na az tök jó. Akkor végül is van közöd ehhez a maphoz is, nem? Nehéz közben a chatet olvasni, de köszönöm szépen. Miért van itt ennyi kanyar? Hát nem hiszem el. Hopp. Az is itt van, hát ez rendkívül jó. Na ezt a man gyorsan vegyétek ki alól, mert már idegesít. ATS, hát annyira nem érdekel az ATS. Megvan egyébként, de... annyira nem vonz történet. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 65, hajrá, hajrá. Na már csak 7 kilométer. Get ready to turn right. Turn right. Ennyi már Józsi. Akkor lesz 30k, de mindegy, nem a feliratkozók száma a lényeg. És hát nekem nem. Nekem az a lényeg, hogy minél többen legyetek itt és jókat beszélgessünk. ATS, ez az American Truck Simulatornak a rövidítése. A példaképet, Bence. Akkor tanulj a példaképettől. Mondjuk köszönni nem csával, hanem szijával, léci. Mert a csá az olyan fura. Hello Gerrilliért, hello, hello.
Mindjárt tanulok, akkor szia. Na, tudod, hogy megy ez. Használjátok nyugodt szívvel a parancsokat, felkiáltójel parancsok, és csatlakozzatok a Discord szerverhez. Azt meg felkiáltójel Discord szöveggel, parancsal tudjátok elérni. Tudja. Akkorát kellett csak annyi, hogy... Jó, van mó. Viszont én ezzel az árúval nem vagyok hajlandó beállni. Jó. Vigyed. Vidd a kamiont is, meg mindent is. Zöld fülű, meg az apád. Mentünk egyet. Ma nézzük, milyen fuvart viszünk. Menjünk van most? 37. Azt mondom, nézzünk egy kocsit. Egy het kamion, bocs. Tudunk Scaniát nézni, Volvo-t és Renault-t. Nem tudom, hogy a rődók azok mennyire drágák, vagy mennyire nem. Megnézzük a rődókat először. Ez 38 év van. Egyébként egy ilyet szeretnék, ezt már úgy el tudnám fogadni. Ezt mennyire lehet kiépíteni? Mondom, ehhez már szint kell, a 10-es szint. Hát nem 30-am van, 37-em van. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 70, hajrá, hajrá. Megnézzük ebbe, mit lehet bepakolni. Mondom, motor nem nagyon lesz, igen. Volvo vagy semmi. Mondjuk én nagyon szeretem a belsőt nézegetni, hogy őszinte legyek. Mondjuk ez nem éppen a legszebb. Ja, most már ilyen ajtó is van, ki lehet menni. Jó. Megnézzük a Volvókat. Nézem a Volvócskákat. Rossz helyre mentem nyilván. Nézzük. 33 él Volvo. 540 lóerős. Na az már úgy nem rossz. 34 ér egy 460-as. És a következő az ez, amit nem tudok megvenni. Ez belülről hogy néz ki? Ezt egyébként el is tudnám hozni. Ez mit jelent? Kamera módú váltás. Wow. Tudnék beleállítani motort. De mivel jobb? Nem igazán látom az értelmét, hogy ez miért lenne jobb. Megnézzük. Sebességváltó. 12 sebességes. Kár, hogy a belsejét nem lehet változtatni. Olyan csúnya. Nekem nem tetszik ez a kabin színezés. Nem lehet a kabin színezést megváltoztatni? Nem tudjátok? Szia, Bandi előadó!
Szóval még fog kelleni azért pénz, mert maradjunk annyiba, hogy kell. Na. Moddal nem. Moddal meg lehet. Igen, most ez az esti. Most nem eszünk közösen, hanem csak kamionozunk és beszélgetünk. Már amennyire tudok figyelni a kamion vezetés közben. Na jó, akkor menjünk tovább. Jó, egy 6 milliósat elviszünk megint. Megint egy ilyen nagy dömpert, remélne. És akkor utána megvesszük az új kamiont. Mit szóltok ehhez a tényálláshoz? Valószínűleg szintet is fogok lépni. Ú, gyerekek, ez gyönyörű. Már egy kicsit. Azt akarom megnézni, hogy a szabad kamera mozgatást ezt melyikkel lehet előhozni. Sétamód. Ez mi az a sétamód? Kamera mozgatás. Ével? Akkor nézzünk csak körül. Gyerekek! Egy ilyet akarok magamnak. Ez valami kegyetlen jól néz ki. Jézus ereje. Daf. Azt a leborult zacskó végét. Na, ilyen dögöt akarok magamnak. Time to hit the road. És nézzünk az út folyamán, hát ha találkozunk kamionkereskedővel, de az a baj, hogy itt annyira nincsenek. Sem erre sincsen. Az a baj, hogy a legtöbb kamionkereskedő bent van Budapesten, francba. Meg megyünk Dabasra. Kéne egy DAF kereskedő, gyerekek. Valaki nem tud DAF kereskedőt? Mercinél is? Nem lenne rossz egyébként. Jó lenne egy jó kis DAF. Na. Remélem, hogy erre jó lesz. Milyen jól morog te! Atyaig! Milyen jól morog ez a szar! Újúj! Gyere csak vissza! De elrántottam ezt a szart. Még a világítás is tetszik kifejezetten. Adjak a motor a hangot. Na hát akkor a zenét azt lejjebb veszem egy angyafasznyival. Lehet, hogy az is elég, nem? Még ez jobban megy, mint az előző. Ennek van hangja, mint a franc. At
At the roundabout, take the third exit. Hello, csirkei, hello, hello. Exit now. Ezzel a fossal menni, gyerekek. Katasztrofális. Ez jobban megy, ugye? Sokkal. Ez itt fenn fog akadni, gyerekek. Nem. Hello, biztos úr. Jó munkát, csaló, csaló. Turn left. Hova megyek? Mindjárt mondom neked. Úgy őszinte legyek, nem tudom. Kompozunk! Nem mondod! Ez kurva jó. Ujjjj! Ég kell menni? Ne, ugye nem háttal kell majd kijönni, mert akkor tuti, hogy érgörcsöt fogok kapni. Never mind. Nem komplett. Azt hittem legalább valamennyit levesz az utazási időből az, hogy jöttem. Mármint, hogy komposztam. Le lehet húzni az ablakot? Ezt nem mondod komolyan. Az hol? Na mindjárt megnézem, várja. Lemegyünk 40 km alá. Akkor megnézem. Még azért haladjunk is. És jó gyors, jó hangos a cucc. Yeah! Jó erős fék van benne, azt a kutya meg a mája. Most nem tudok el... Ja, de el tudok menni. Azt hiszem el tudok menni. Legfeljebb fönnakadok. Mit csináltok itt, jó emberek? Jézus!
Mi vagy? Turn right. Miért te mentős vagy? Ja, hogy úgy! IPIA-é! Megint olyan kanyarok lesznek, hogy te szarsz. Nézem a hátulját, a gépjárműnek elég jól megy. Azt mondja, 70-nel lehet menni. Aha, értem. Hol? De ezek miért ilyen lassúak? Na jó, megnézzük a beállításokon belül ezt az ablak dolgot, de le. Én nem találkoztam ilyennel, várjál már. Lakotási jelző megvan. Ablaktörlő. Tényleg van. Jobb oldali ablak, oldalablak leengedése. Wow. Na, de akkor ennek valami ízét kéne. Húha. Mit használunk innen? Nézzük a... De nem ezt akar. A műszerfa. Hanem... Még akkor már éppen fordítva kéne lenni. Felhúzzál. Inni. Akkor ez látszódik is. Ajjaj, bassza. Ugye megnézem Mária, ugye félreállok valahol. Hello kanal, az Zoltán, hello, hello. Azt nem is tudtam egyébként, hogy itt van ilyen. Az ablakokat lehet húzigálni. Húzta vissza. És tényleg! Hát ez rohadt jó! Kicsit rosszul váltottam. Ez kurva jó. Húzzuk vissza meg. Bajok lesznek.
Így van, az most nem tény. Get ready to turn right. De ez nem olyan rég van benne ez a funkció szerintem. Merre járok? Kunszent Miklós. Menjél már ember, hát. Turn right. Get ready to turn left. Turn left. Hello Adam, hello, hello. Okay. Let's find a new route. Hát itt felesleges gyorsabban menni. Nem is fogunk. Kicsit eljöttünk valamerre, nem? Ó, bazd meg! Na, igen. Amikor nem figyelek oda, hanem a csetet nézem. De lassan mentek gyerekek. Én még ilyet nem láttam. Tudunk valamerre. Aha, arra kellett volna menni, így meg teszünk egy baszott nagy kört. Ó, Istenem. Nem tudunk arra visszamenni. Na, én megpróbálok megfordulni. Tetszik, hogy sem. Gyere, pörögjé. Finding new route. Aha, hát már is nem 50, hanem 30. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 80, hajrá, hajrá. Új, új! Menjünk, tapossunk bele. Nem érünk rá egész nap. Get ready to turn right. Még jó, hogy amúgy jelzi, hogy merre kell menni, mert amúgy rohadtul nem arra mentem az előbb.
turn right. Nyimáte, hát Isten áldjon meg, így lelassulsz a redvás piros szaroddal. Megint valami, Istenem. Áthajtottam a pirosra, az remek. Akkor most maradsz itt. Az jó, nem láttam lámpát. Na, inkább menjünk lassabban, mint gyorsan. Mert problémás az egész. Nyomjuk meg a lájkot, tegyek meg az a 85-100-nál jön a Megadeb, úgyhogy csapassuk, csapassuk. Na most mi van? Most meg én vagyok a lassú, nem? De hogy ne. Ezután jön Tas. Ez egy jó bőga motor, gyerekek. Mint ezt a gépet adom. Meg gyorsul is, mint a franc. Hello, Bence. Minek lassulsz le ennyire? Hát a fatönköt kéne a fejedre húzni, te. Ó, Isten áldjon meg téged. Megzavarodok tőlük. Na, nem gyorsul fel, mi? Mi, hogy így kell pontra az 50-et belőni. Hát az NPC-k azok nagyon idiótán viselkednek néha. Most ezért lassítok le, hogy a nyakadat kéne a fejedből leszedni. Valahogy meg kéne előzni, de rohadtul. Olyanok, mint a gyépések lennének, de komoly. Lassítani ember, hát könyörgöm, hát miért 20-szal veszed be a kanyart, amit 40-nel be lehet, hey. Nézd meg. Én megvadulok komolyan, ez hülye.
Valahogy be kell előzni, mert meg fog őríteni. Nézd meg, most meg megy 80-nal. Na most vagy telibe verünk valakit, vagy nem. Új, új! Az jó volt! Pótkocsi megsérült. Nem baj, legalább megelőztük ezt a szerencsétlenet. Marhát. Kis sérülés sosem árt. De komolyan így menni, offroad körülbelül. Megint egy hülye van előttem. Kettő is. Aha, és jön szemből egy. Az biztos. De nem borultam fel. Ez itt a szerencse. Tudom már, tudom. Meg azt sem értem, hogy 10 óra van és neki ég a lámpája. Minek? Megyünk 50-nel, mert ezt nem fogok szórakozni ezzel. 2 percenként lelassít. De most meg megy, érted? Ez nem saját GPS design. Jó, hogy szeretnék egy saját GPS dizájnt. Akár. Get ready to turn left. Turn left. Nem ég, hanem világít. Bocs. Ne haragudj, hogy megsértettem a lelked világát. Paraszt. Úgy. Kamion az megy magától tovább. Egyére nem tudok bejönni. A zenét azt visszárakom. Jó van. Jaj, ez tetszik, jó van. Ne reklámozz, légy szíves, magad Noel, köszönöm. Yeah. Visszavesszük a játéknak a hangját, mert kicsit hangosnak vélem. Ugyanilyen dafja van.
Gondolom már ültél benne. Na, így. Én legalább hallom, hogy mennyire üvöltözök. Na, ja, kéne gyorsítani. Már felesleges. Bannoltátok a Noelt? Reklámozta itt a csatornáját. Tök feleslegesen, nem tudom, hogy de jó. És izé, és úr, aha, nem láttam, jó van. 110 ezeres büntetés, de jó. Hol, hogy látom meg, hogy hol vannak a trafi paxok? Hát szép lassan igazából bukom azt a pénzt, ami miatt ezt a rakományt viszem, nem mindig. Miki, itt vagy? Király stream? Na, örülök neki. Mint látod a rendőr, de mi volt? Mindegy, már nem. Ja, már bannoltad, jó. Jó. Akkor nem volt több kérdésem. Na. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 95, hajrá, hajrá, 100-nál jön a megadev. És Bence, mit akartam kérdezni? Ja, hogy akkor Discordra följössz, és akkor megmutatod, amit gondoltál? Jó van. Tényleg, a izé a csávhoz nyomja még a lecsó? A streamet? Nem nyomja mi? Das ist Spar. Ugye az anyja. Majdnem. Geri, az olyan számokat neved föl. Felesleges. Lopják a pénzedet. Jó, nem baj, nem baj, nem történt semmi baj. Szoszi. Kiváló. Nem sérült a rakomány. Az hogy? Jó van, hát ha nem, akkor nekem mindegy. Mi van még? Just in time, azon most nem érdekel. Hát mi volt az első? A 22. Na most már tudunk venni egy jó kis kamiont. Hogy meg is fogjuk tenni, csak iszom egy kortyot. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 100, hagyja jön a megadás, amire hajrá.
Na, kedves tőled, Bence. Na, készkelődünk. Akkor megnézzük a kamiont. Kamion kereskedőt, és akkor Volvo-t azt mondtátok? Mi van a Scania-kkal amúgy? Egy darab Scania kereskedő van, megnézzük azt. Na, Scania-k. 360 lóerő, amit itt tudunk, még egyszer 370, hát az a baj, hogy ezek már, ez így bukta, akkor lehet, hogy Volvo lehet, pedig ez milyen kurva jól néz ki, azt a minden. Ne spammelje, nem kell, ne spammelje. Majd hozzá csatlakoznak, hogyha akarnak. A Discord szerverhez nem kell spamelni, fiúk. Pedig én akartam egy DAF kereskedőt is. Na mindegy, legfeljebb veszek később. A Volvo-ban elég jó kis izék vannak. Lóerők. Hello, hello, Lacikám, hello, hello. 540 lóerő. 600. Ez már 10-es szint kell. De nem tudok Mercit nézni, hát nem láttad, mik vannak. 540 lóerő, 1450 RPM. Akkor ezt a kis szart fogom venni. Mondom, ne spammeld, léci! Oh. Na, veszünk egy ilyen dögöt. Ebben nem lehet motort para pumpálni, jó, nem baj. Ez mivel lesz jobb? Jó, hogy lesz benne retardel. Használom én azt. Mi az a retardel? Retarder. Túlsúlyos rakomány. Aha! Emelkedőkön jobban megy. Akkor jó. Maradjunk ennyivel. Hát olyan szürke fos az egész belülről. De nem baj. Kicsit megcsesztetjük kívülről. Baszunk rá egy ilyesmit. Jó, tetszik. Na, ilyen. Nekem ez a lámpa, vagy ez? Nem tudom, megnézzük. Nem rossz egyébként. Ilyenekkel végigpakolom. Nekem ez így tetszik. A szoszi. Ez mi a jó istenem? Nem tudom mi ez. Amikor nem vágom mi ez. Ez mi? Ez valami fingenyó? Rész, a felelő nem kompatibilis külfogalak, előső tükör. Milyen előső tükör van, hát? Hát hallod, az a tükör nem is ott van, ahol a úristen, akkor jó, ez kösz. És akkor nem is lesz első tükröm? Na, majd mindjárt megnézzük. Hát fejem nem lesz. Motortuning kellene? De nincs motortuning. Maradjunk a külsőnél.
fellépő gond. De van, de van. Meg a kerék az most mindegy. Nekem. Ettől csak nehezebb lesz, nem? Belülről nézünk szét egy kicsit. Ide rakunk neki egy ilyen fogót. Így. Faszántos. Ide mit lehet rakni? Oda izét fogok. Szerintem. Pénztárcát, egy napszemüveget. Hát ja, látszik, hogy egy ilyen kezdetleges valami ez. Nem baj. Tabletet? Nem lehet valahonnan csolni. Ja, okostelefon, várjad az okostelefont. Ezt máshol kéne, nem mindegy. Berakunk egy ilyen hűtőtel, nem kell, persze. Száztizenkétkál napszemüveg? Ilyen napszemüveg lehet ezt te. Egymilliós laptop. Jó van akkor. Nem, nem kell. És felesleges. Legfeljebb ilyen izét fogunk, ilyen... Jó, nem ezt akartam. Ide mi van? Ilyen logót akartam. Egy ilyet. Mennyire fog zavarni, semmennyire, mert nem is látszódik. Jó van, oké, oké. Majd vissza is fogok reagálni rövidesen, hogy vége lesz a streamnek. Még egy ilyen izét, ezért még ide. Érdekes. Várjunk, hogy van. Ez miért ilyen jégcsapos? Mi a szar? Nincs valami világos, csak... Mondjuk egy szín nincs. Ez a pirossal. Mondjuk a belsőjével az nem rossz. Akkor külsőleg meg egy egyszerű fehéret fogunk most. Az a para, hogy nem lesz. Egészség. Nem lesz ilyen visszapillantó. Előre. Milyen különbség? Szélvédő aljára? Jogos. Ugye, gondolom. Van még egy utas, az meg legyen barát. Nem lehet ábeti? Bari. Nem tudom. Haver. Haver fogott utazni, gyerekek. Kecske. Nem lesz multi. Nem. A multi az aztán főleg nincs kedvem. Ó, köszönöm szépen, G. Dead! Oh my god. Super chat! Na mindjárt kapsz egy pörgetést. Megnézzük, mit tojik neked a télapó. Das ist pörgetés. Kapsz egy megadebet. Na. Micsoda üzlet, te fiú! Mega... Deb! Köszönöm szépen még egyszer, kedves G.
Na. Folytassuk. Ide inkább kürtet fogok rakni. Itt a belőre meg. Vagy hogy legyen, várjam. Ja, megnézzük, hogy néz ki. De szerintem így kéne lenni. Ha még lesz rá pénz, nyilván. Hoppá, már kattintottam, milyen érdekes. Ide meg egy ilyet. Igen, 1080p-ben nyomom meg. Jó van, tudod, mint ha már szíjjel vegerik az egészet, akkor ez mit tud? Trailmester. Ja, jó, jó, oké. Ilyen felmérjen. De vagy ez a fos eltakarja. Ja. Ha, tehát így esélytel. Igazából ez néz ki a legjobban, úgyhogy felesleges is hozzányúlnom. Aha. Semmit sem tudok, jó. Várjál már, de egy kicsit. Kicsit várjál. Ha ezt megnézzük, megbegyörgetjük, ennek sincs semmi, csak ugyanaz, akkor viszont teljes mértékben felesleges hozzányúlni. Hello, hello! Nyomjuk meg a lájkot, tegyen meg az a 100, hajrá, hajrá! Itt már mindent megcsináltunk. Na, mi ez már? Ennek a szarnak nem lehet a helyzetét állítani? Hát, őszintén, ebből mit lát az ember? Nem lesz holnap reggeliz velem, mert megyek a kocsimmal felvízbe. A hátulra is ugyanazokat a kerekeket felpattintjuk. Ez jól néz ki, azt kell, hogy mondjam. Volt itt se sokkal több. Ez is fel van. Az jó. Na jó, megerősítjük. Marad. Alig marad valami pénzem, hál' Istennek. De ez így nem lesz rossz, nem? Kis dög. Na, vásároljunk. Nagyon szívesen a nyakadat kéne megnyújtani. Na. Gucci Keri. Igen. Lesz majd stream a kocsiból, hogyha jó lesz minden, persze. Megvan a 100 like, gyerekek! Írjátok be, hashtag Megadeb, hadd csapassam néktek ezt a történetet. Jó, van már, mennyit mutogatom már? Egy jó kis izém van. Na, végre. Csak az a baj, ennek a szarnak nincs izéje, mi? Viszont elég ború, most így elsőre. Nem tudom, mikor várható. Köszönöm szépen. Meg a... De! Köszönöm szépen. Nem reklámozunk, légy szíves. Miért jó az nektek, hogy másnál reklámozzátok a... cuccaitokat. Na. Azt hiszem, hogy most már saját fuvart is tudunk vállalni. Úgyhogy vállalkozói fuvarba bele is kezdünk.
7 millió. Pff, azért az már kicsit jobb. És őrkény felé. Ready to roll. Na várjál. Inkább erre. Na most mi van? Azt kell megnézni, hogy amerre megyek, arra fel lesz-e. Ja, nem, jó. Ez ahhoz közel van. Hét millióért megyek. Az jó mondjuk. Safe and sound. Az a Volvo ez jól megy. A retekbe állt meg. Ez komolyan, ez mi a faszomba állt meg. Még egyszer. Ezt magyarázzátok már nekem, ez mi volt? Jézusom! Nincs hozzanom. Let's do this. Ebben is jó lenne egy nagyobb motor egyébként. Gyere csak pont. Szíves. Hello Field, hello, hello. 53 kilométer. Körülnézünk, hogy amerre megyünk, nehogy elhagyjunk egy... De be kéne menni, mi? Így. Látszik messze, vagy távolinak, de... Nyilván, hát... Könnyedre meg. Ez mi amúgy? Turn left. Szülye. Ott a hív. Oda néz. Adom. Then turn left.
turn left. De jól forog ez a szar. Hülye vagy. Mindig a saját kamionod a legjobb, amúgy ezt észrevetni. Nyomjuk meg a lájkot, tegye meg az a 110-154, jön a következő megadek, hajrá, hajrá. Látom, itt most megy az ismerkedés a cseten. Mindenki mindenkivel. Jézusom, csoda ilyen kis kapcsolatok alakulnak itt ki. Várja már. De hogy nem, én látom, amit látok. Viki pároddal egyébként mi újság, rég hallottam felőle. Kellett volna átmenni. Na mindig. Turn left. Ja, egész nap otthon volt. Na, hogy bírta ki? Hí, piros! Hát ezt most bukta út. Elnézést. Az, amikor nézem a csetet. Az meg hát megint fél percenként gyorsítunk, lassítunk. Remélem jön majd valaki szembe velem, és akkor boldog leszek. Aki ezeket a lámpákat kezeli, a jó Isten áldja meg őt. Merre vagyunk? Most jövök ki Csepelről, ha minden igaz. Lesz-e? Mondjuk szerintem ez már régóta kint van Csepelről. Milyen tömegek vannak itt, gyerekek! Vírus van, mindenki maszkot föl, útja mindeneteket. Kell bejönnöm. Jó vezetek? Köszönöm szépen. Belőlünk egy 59 km per órás sebességet. Ready to turn right. Turn right. Mész aludni, flomat.
Go straight on. Gyerekek, picit gondolkozzatok már bele, hogy lenne vacsorás live, mikor 8:30 van. Ez olyan magas, hogy nem értitek. Nem is próbáltok gondolkozni ezen, hogy lesz, vagy nem, nem mindig. Man! Na, van egy man kereskedünk. Kéne még találni. Ez a lag, ez nem esett jó, az. Csőki Entex. Hallod, sinkókám? Azt tudtad, hogy lehet ablakot lefel húzogatni? Ezt megpróbáljuk gyorsan bevenni. Tudtad? Szeged. Nem tudom, nézd meg magadnak. Ekkora a mappa egyébként. Van itt minden. Győr! Ah, a seggem. Pápa! Kecskemét. Jó nagy amúgy, iszonyat nagy. Nem tudom, hogy ezekből mind megvan-e egyébként csinálva. Sopron. Beled. Na jó, menjünk tovább. Kicsit kimegyünk a fűre. Nem baj. Nagy elengedjé. Basz már meg. Nőtől nem illik koroszt, vagy kort kérdezni, csak privátban. Look at this dude. Go straight on. Én most fel fogok gyorsulni, mi érdekel. Jó vagyunk, köszönjük szépen.
mennyivel halkabb már ennek a gépjáró, vagy a kamionnak a hangja amúgy. Kicsit kacsázunk, nem baj. Go straight on. Jobbal indexel? Jó van. Hát, mondjuk régen azt hiszem én is így csináltam, de mindegy. Most így volt. Szavazz, te show! Hopp. Kicsit be van rúgva. Ki mit ebédelt? Én töltött káposztát. Go straight on. Na már csak 27 km. Na, jó van. Haladunk szépen. És te mit ebédeltél, Robert? Azaz. Azt meg, meg már innen. Idióta. Hoppá! Lehet, hogy az indexet máshova kéne tennem. Töltött csirke mellett? Na, az jó egyébként. Azt adom. De elültem a seggemet megint. Ja, itt azért mondjuk figyelnem kell, hogy ne fáradjon ki a csávom. Ád egy. Ád kettő, hogy azért az üzemanyag is meglegyen. Miért nem ebédeltél, Viki? Nem voltál éhes? Nem mutassál rossz példát a gyerkőcnek, Mó. Hogy ne itt vigyed már a szarodat, hely! Inni se meg ebédelni? Hát de inni meg enni kell, more. Jézusom, miből éltek ti egész nap? Ez nem jó, amit csináltok, ugye tudjátok? Én szeretem a resztelt a májat. Hú, ez nagyon jó.
Most adom ezt az utat. Jó hosszú. Jó hosszú sávban kell menni, úgyhogy csak egyenesen. Nem kell cseszegetni jobbra-balra, kanyarodgatni, meg mit tudom én mi. Maradjunk már egyenesbe, he. Na, már csak 7 kilométer, 6 focs. Kicsit hamarabb jöttem fel a kijáratra. Hát ez a 4 kilométer, ez már röhögbe. Már látom is a végét szinte. Hoppá, azt hitted, miért neked meg? Vissza. Majdnem ez volt amúgy a kontakt. Nem tudom, hogy van-e benne táborfal, vagy jó hely. Jó sok hely van, azt tudom. Na mindjárt jön egy balos, aztán ott is vagyunk. Itt eltűntek az emberek. Idióta. Elindul, csak azért is elindul. Köszönöm, hogy megvártál, paraszt. It's all over now. Ismerem-e Kollinger Szabit? Nem tudom, ismerjem. Hova kell mennem? Aj, gyerekek is beragad, ez a fos. Hello Máté, vagy Lili. Aha. Ez rendkívül jó. Talán el tudunk úgy fordulni. Sőt, itt a képen mindjárt változtatok. Biztos a kamera, a izé állított. De mondjuk többiek is szólhatnának ilyenkor.
De ez miért váltott így le? Áj, de idióta szar ez komolyan. Több kéne a világon? Na, az fura lenne. Nem gondolod? Több kolinger. Sokan megunnák. Ha ebben az ívben kanyarodok, az még... Hát ez így rossz. Nem lesz jó. Gyere, forduljál már! Akkor is el fogunk fordulni rajtam, nem újjék a dolog, itt fogunk reggelig ülni. Meg lesz az, hidd el nekem. Hidd el, apám. Aha. Még ennyit tudnál fordulni akkor? Aha. És előlakadt meg, vagy hátul? Szerintem előlakadt meg. Nem, elő lófasz? Elő bőven elfér. Ja, hogy az ott... Aha. Jó van. Akkor nem szarakodok vele, bocsánat. Szarul jöttem be, majd a többit megoldják a emberek itt. Aha. Ez mennyi még? 50 kilométer? Nincs valami rövid? Ja nem, vállalkozói fuvarka. Valami rövidet még. Hm. 50 kilométer köz. Lajos Mizsére? Menjünk Lajos Mizsére. Mi van itt, Lajos Mizse fejűek? Lajos Mizsei vagy? Az jó. Itt mi folyik, gyerekek? Turn left. That's the bottom. Okay, nem érek rá itt eddig szarakodni. Get ready to turn left. Turn left. This is where it ends. Nézzük. Miért kell ennyire bejönni azért, hogy felvegyek egy csomagot? Ott van a végében az a szar, ahol új, föl kell venni a izét. Ezt a fost. Ez kemény. Jaj, gyerekek, eljött a videó a világ végére, hogy... Na.
Szerez pénzt. Jó van már. Jaj, de nem dabasra. Nem lehet változtatni? Nem lehet változtatni. Akkor elnézéseteket kérem, dabas lett belőle. Majd akkor átmegyek. De olyan hülye vagy, hát... mindig elfelejtem azt, hogy üresbe kéne rakni, és akkor gyorsabb lenne a dolog. Várjál? Ready to roll. Tudok mást is választani? Itt a Lajos Mizsé. Akkor menjünk Lajos Mizsére. Nem tudom. Mindegy. Ez a gír, ez megint elment francba. Aha. És itt most mi a TOSZ van? Hát, vagy állok már? Jó, de itt nem férek be, az hódzi-e. Hol férek be? Ez marha érdekes lesz. Nézzük már meg, mert már a fasz ki van. De oda hogy? Na, azért na. Légy szíves, most komolyan, de oda hogy? Ez nem az a jó. Ó, Isten. Meg azt, hogy fogom onnan kiszedni? Bemegyek. Ami elég érdekes lesz. Mondjuk itt bemegyek. Várjál már. Felidegesít. Álljunk be a izé mellé. Ki kell logisztikázni. Nem úgy működik, hogy csak úgy mész, mint golyófos a levegőbe. Arra fele be lehet jönni? Be lehet jönni. Akkor be kell... De hogy? Hát azt nem mond már, hogy? Valahogyan... gyerekek... Égek, szerintem én ezt a melót le fogom mondani. Itt hogy? Hogy jövök be oda? Na várjál, innen jövünk, és itt megfordulok. Jó, meg fogom nézni. Ez ilyen logika. Genyó. Gyerekek, én ezt a melót le fogom mondani. Hát ez... Ide hogy? Ott van előle az a szar.
Most figyelj már. Itt ellavírozgatok felső nézetbe. De ide nem lehet bemenni. Hogy? Legfeljebb úgy, hogy ide nagyon beszúrom, de hát... De akkor hogy jövök ki? Szóval, hogy... Azért nem áll. Na jó, én ezt a melót lemondom. Hát hülye hallod. Hol lehet lemondani a melót? Ez nevetséges amúgy. Hát, ne haragudjál már, de oda hogy a jó Istenbe? De hogy a jó égbe lehet bemenni? Vállalkozói. Mondom ez. Dabos. F6-ta. Köszönjük. Aktuális jó a lemondások. Anyád be a szórakozzá. De oda... Jó, mindegy, én itt megállok. Majd innen. Megyek tovább. Idióta, hova mész tovább? Ja, tudom már. Motornak a kikapcsolását, azt én frankon átállítottam. Ügyesen. Na jó van, fiúk, lányok. Ennyi elég volt már. Ez a zene is már rossz volt a fülemnek. Meg amúgy is ez az egész. Figyeljetek, ha akartok még ilyet, akkor írjátok le majd a videóban, vagy videó komment szekciójában, mert én szívesen nyomom, csak legyen rá ember, aki nézi is. Mert de mondjuk magamnak is elgurigatom itt, úgyhogy mindegy. Az... Na jó van. Szép estét és jó éjszakát kívánok mindenkinek. Köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra. És holnap reggel akkor nem lesz megint adás, mert megyek a kocsival a szervizbe. És utána viszont lesz. Mindenféleképpen. Vagy este, vagy délután, valahogy így. Na, ciao.